Idén utoljára jöttek össze a nemrégen alakult tolnai vándorló szépkorúak, hogy együtt zárják a közös élményekben abszolút gazdagnak mondható esztendőjüket. 54 fős a csoport, ebből sajnos betegség véget hárman nem tudnak jönni, a többiek itt vannak, nagyon-nagyon gazdag éve zárunk, és sokat voltunk kirándulni, fürödni járunk, szeretjük a természetét, nagyon nagy programjaink voltak, el voltunk májusban, Murgán voltunk egy majálison, az ősszel volt egy nagy háromnapos rendezvényünk, Észak-Magyarországon voltunk kirándulni, Észak-Magyarország csodáit megnéztük. Úgy gondoltam, hogy egész évben együtt vagyunk, akkor ne csak a fürdésen, mert a kirándulással legyünk együtt. Itt van a nyakunkban egy hét múlva, itt lesz a karácsony, és karácsonyozunk együtt, mert sajnos vannak olyan csoporttársak, akik földrajzilag nagyon távol vannak a gyerekei, és nem tudnak együtt lenni, és ez az ő karácsonyuk. A mi családunkban, a vándorlók családjában. Bizony, a vándorló szépkorúak közössége méltán érdemli ki a családi jelzőt. Így gondolják ezt a különösen összetartó tagok is. Akik a vándorló szépkorúak csapatában vannak, ezek mind majdnem egyedülálló emberek. És nekik ez egy boldogság, egy felüdülés, hogy emberek között lehetnek. A mindennapjaimban alig hallok szót, csukott ajtónál vagyok otthon, és itt minden gondunkat megbeszélünk. Akkor is, ha fürdeni megyünk, ott is tudunk beszélgetni. Ha így összejövünk, akkor szintén mindenki a családjáról, unokákról, gyerekeiről szívesen beszél. Az alig több mint egy éve alakult közösség programjait és az őket jellemző összetartást Tolna vezetése is bizakodva figyeli. Az a felismerés hozta létre, amennyire János barátommal én az elmúlt évben beszélgettem, hogy jó-jó kirándulni, üdülni, jól érezni magunkat, de igazából az a felüdítő, amikor ezt barátokkal lehet megtenni, nem egyedül megismerni értékeinket, szépségeinket, hanem egy összetartó baráti közösségben, és hát lassan oda jut ez a szervezet, hogyha így folytatják tovább, akkor egy úti kalauzt is kiadhatnak, meg fognak telni a lapok. Túl azon követve utazásaikat, vándorlásaikat örömmel látom, hogy olyan helyi kvázi eldugott kis értékeket is fölkutatnak, tájházakat, faluházakat, kis pár száz lélekszámú települések helyi közösségeit, velük együtt közös programokat szervezve, ami azt gondolom, hogy szinte egyedülálló, nagyon üdítő és előremutató, hogy hogyan tudjuk értékeinket megőrizni, továbbvinni, közösséget építeni. A közösség titka az, hogy itt az idős emberek is megtalálják a számításukat, jöhetnek kirándulni, fürödni. Olyan személyek, akik 80 évet is elmúlták, és azoknak nincs helyük a mai szórakozási lehetőségek között, nekik itt van a helyük. Na most én még nem vagyok 80 éves, de már közeledek ahhoz, és itt nagyon jól érezzük magunkat, mert baráti társaság alakult ki, és ez a lényeg. Egymást megköszöntjük, találkozunk egy kis étkezésre, mint most is, és így ünnepi műsort is szerveztek a vezetőnk, és ezért itt nagyon jól érezzük magunkat, holott én legalább 4 szervezetnek vagyok a tagja, és ilyen értelemben ez a 4. ünnepség, amit karácsony előtt megtartunk. Nagyon-nagyon nagyra tartom, hogy nem csak az épített és természeti értékeinkre kíváncsiak, hanem az a belső érték, hogy összetartanak, több egyedül maradt szépkorú is van, akiket ugye felkarolva, kvázi egy nagy családot alkotva gondoskodnak egymásról, vagy töltik el együtt hasznosan, aktívan az időt. Én nagyon példaértékűnek tartom a baráti körnek a munkáját.
Ebéd után csoporttársak fognak verset mondani. Jöttek az csoporttársak unokai, akik a Fuchs János iskolán, a zeneiskolának a növendékei, ők adnak egy műsort nekünk, majd ezt követően a Tolnai Ifjúsági Fuvószenekarnak a megjelent 10 tagja fog nekünk egy nagyon szép műsort adni, és ezután a csoportnak a vegyes kórusa, mert már szeptember 21-én a csoporton belül alakult egy vegyes kórus, 8 hölgyel és 2 férfival, azok nagyon szép karácsonyi dalokat fognak énekelni, és egy csoporttársunk, egy József Attila versen fogja ezt a műsort zárni, és akkor utána beleválunk a lecsóba, és Tausz János fog nekünk velénk szolgáltatni, és akkor mulatunk.